Jó estét kívánok, kedves nézőink! Hát mit mondjak? Március 2-a van, és azt hiszem megdöbbenve vettük észre, hogy esik a hó. Vagy talán nem is ilyen megdöbbentő, hogy télen esik a hó. Itt ül mellettem Németh Károly, aki ma elég nagy utat járt be. Karcsi, milyen idő van az utakon? Ma Simontornyán és Szekszárdon forgattunk, és durván kb. 300 km-t autóztunk. Kora reggeli tapasztalatunk már az volt, hogy a főútvonalakat sózták, és mindenütt havasok voltak ugyan, de viszonylag könnyen járhatók. Sajátos módon, amikor a kora délutáni órákban visszaérkeztünk, a Budai Vámnál találkoztunk az első válsághelyzettel. Amint utólag a köztisztasági és útkarbantartó vállalat illetőkeseitől megtudtam, valóban itt jelentkeztek az első gondok, ugyanis a buszok nem tudtak felmenni már a zsolnai gyár előtti emelkedőre sem. Szétadás előtt körbe telefonáltad a Volánt, Útinformot, közlekedési és útkarbantartó vállalat, meteorológia, mit várhatunk? Hát, ami a közlekedést illeti, egyelőre nagyon lassú javulást. A Volán illetékesei elmondták, hogy 4 óra tájban gyakorlatilag Pécsváros tömegközlekedése egyértelműen megbénult, tehát az autóbuszjáratok nem tudtak még a megállókból sem elindulni. A legnagyobb gondot a hegyi, a mecseki járatok jelentették, illetőleg az, hogy a két felüljáró, a Belváros és Kertváros összeköttetését nem tudta megoldani, hiszen itt sem tudtak felmenni az autóbuszok. Nekem olyan érdekes, hogy ebből a múltkori hóhelyzetből senki nem tanult, senki nem tapasztalt semmit az ég egy világon, hiszen két napja egyfolytában azt mondják, hogy készüljünk fel, hó lesz, megint olyan idő várható, mint januárban volt, és megint itt áll a város megfülöttbe. Szó szerint idézném a köztisztaság és útkarbantartó vállalat fődiszpécserétől kapott tájékoztatást. Nevezetesen délután 2:30-kor kezdték szórni a város útjait, nyilvánvalóan elsősorban a hegyi utakat és azokat, ahol autóbuszok közlekednek, 5, azaz 5 gépkocsival. Történik mindez azért, mert 5 körzetre van osztva a város, és a szakemberek tájékoztatása szerint minden körzetben 3 alkalommal kell szórni ahhoz, hogy a dolog tulajdonképpen hatásos legyen. A legfrissebb értesüléseim szerint ezek kb. 10 percesek, most a második fordulónál tartanak. Akkor még várhatunk a harmadikra. Mi újság a meteorológia terén? Sajnos nagy javulás nem várható, de még mert a meteorológiát elmondanám, amit látom felírva magamnak, azt hiszem talán fontos információ azoknak, akik most kívánnak útnak indulni esetleg Kertvárosból, hogy a Tüzér utcai felüljáró változatlanul járhatatlan, tehát aki a belváros felé szeretne utazni, az mindenképpen a keleti felüljárót vegye igénybe. Egyébként az autóbuszok sem járnak Kertváros és Uránváros között. A Volán szerint körülbelül a város autóbusz járatainak 50%-a közlekedik jelenleg, természetesen hatalmas késésekkel. És rengeteg emberi erővel, én is hallottam, hogy emberek tolják a buszt. Hát kénytelenek, mert az autóbuszok amellett, hogy nem járnak, sajnos közlekedési akadályt is képeznek. Tehát az útszűkületekben, kanyarokban a kicsúszott és félreállított autóbuszok a személygépkocsik forgalmát is lehetetlenné teszik. Sajnos a Volán illetékesei elpanaszolták, hogy összesen 1 darab autómentőjük van, ez folyamatosan jár és próbálja elráncigálni a megrekedt járműveket, de hát jó időbe beletelik még, mire mindenhova eljuthat. Nos, ami az előrejelzést illeti, semmi jót nem mondhatok. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint az éjszaka folyamán még 15-20 cm hó várható. Reggelre úgy tűnik, hogy megszűnik majd a havazás, ellenben rossz hír, hogy az éjszaka folyamán megélénkül a szél, tehát a városban és a közutakon is hóátfúvásokra, hófúvásokra kell számítanunk. A zord téli idő tovább fokozódik, a mai -3-6 fokos maximális hőmérséklettel szemben holnap már csak -6-8 fokig számíthatunk a hőmérsékletre, és ahogy elmondták, éjszakára -10 fok alá is csökkenhet az elkövetkező napokban. Tehát a zordidő megközelíti majd a január elejét. Köszönöm szépen az információkat. Engedjék meg, hogy néhány pillanat erejéig még kitérjek 2 héttel ezelőtti adásunkra.
Dr. Szabó, és elnézését kérem, hogy a keresztnevét nem mondom, hiszen ő sem mondta be akkor a telefonba. Telefonált be a Németh László utca 3-ból, és szerette volna megtudni, hogy a Dunántúli naplónál miért ilyen hosszú átfutási időt szabnak meg a hirdetéseknek, ugyanis akkor 2 héttel ezelőtt föl szeretett volna adni egy igen sürgős hirdetést, és azt a választ kapta, hogy csak 4 hét múlva fog megjelenni. A választ Mitzki Ervin, a Dunántúli napló főszerkesztője adta meg. Az igazság az, hogy tulajdonképpen a Dunántúli napló egy politikai hetilap és nem egy hirdető újság. Az újságban a hirdetés a lap mennyiségnek a 12%-át teheti ki. Ráadásul hétfőtől péntekig a televízió, rádió és egyéb műsorok is ezen az oldalon, tehát a hirdetés oldalon jelennek meg. A másik az, hogy nem csak pécsiek, hanem az egész országból hirdetnek ebben az újságban, tehát mindenkinek kell biztosítani a helyet ezen a 12%-i hirdetési oldalon. És tulajdonképpen bizonyos közölhetőségi szabályok is vannak a Dunántúli naplóban. Hát kérem szépen, itt is ugyanúgy sorba kell állni, mint bárhol máshol, de hadd ajánljak valamit. A közösségi televízió is vállal hirdetést, és én felajánlom önnek, hogyha ön fölteszi, föladja ezt a hirdetést, maximum 2 héten belül ezt leközöljük. Várom a telefonját. És akkor most, hogy mit is láthatnak ma. A műsorismertetés után vendégünk az állami biztosító. Ezután az első rajzfilmet láthatják a gyerekek, majd a korszerű táplálkozásról láthatnak, hallhatnak egy kis összeállítást az egészségnevelő programunk keretében. Közlekedési rejtvény gyerekeknek, majd játékvár címmel. A játékkészítésről szólunk kicsiknek, nagyoknak. Mátyás Judit vendége, dr. Barta Árpád lesz. 19:20-kor következik a második rajzfilm, majd ezután a szokásos utcák, terek, emberek helyismereti vetélkedő. 30 éves a munkásőrség. Ez alkalomból hívtunk meg 2 munkásőrt a stúdióba, és velük beszélget Németh Károly kollégám. 19:45-kor híreket, információkat hallhatnak. És ebből egy picike szemelvény. Az év elején a KISZ Központi Bizottsága Jövőnk a Tét címmel politikai akciót hirdetett. Ennek egyik állomása a mai nap, március 2-a. Munkahelyeken nyilvános vitafórumot szerveztek, és itt megtárgyalták az akcióhoz kapcsolódó tennivalókat. Többek között 19-től 21 óráig a Dunántúli napló is ifjúságpolitikai telefonfórumot tart. A telefonszám, amin ez idő alatt hívhatók, a 10-063, tehát tessék figyelni, 19-től 21 óráig ifjúságpolitikai telefonos fórum a Dunántúli naplónál, a telefonszámuk 10-063. És természetesen itt a közösségi televízióban is hallhatnak az országos akcióról és az ehhez kapcsolódó gazdasági és ifjúságpolitikai kérdésekről. Hírblokkunkban még beszámolunk a színházi kötvényakcióról, a nyugdíjas telefonszolgálatról és néhány egyéb érdekességről is. Színész portré. Bizonyára ismerik ezt a kicsi sorozatunkat, amellyel alkalmanként jelentkezünk. Mai vendégünk Sipos László, a Pécsi Nemzeti Színház művésze. Bízva abban, hogy mindenki talál ma este kedvére valót adásunkban, én előre is jó szórakozást kívánok, és itt hadd említsem még meg, hogy a telefonszám, amelyen adás alatt hívhatóak vagyunk, a 41-820. Felteszem, hogy mindenki felismerte, itt mindenkinek kell, hogy legyen otthon a szekrényfiókban, vagy valahol eltudva, de nem mindegy az, hogy ki. Amit látnak, ez az állami biztosító kötvénye volt. Mint egy 8 hónap ezelőtt az állami biztosító és a Hungária biztosító versenybe kezdett a tulajdonképpen a biztosítottak kegyeiért. Bemutatom a ma esti vendégeinket, akik erről a versenyről majd aztán kicsit tájékoztatnak bennünket. Mihaly Imre, Ili Józsefné és Nógrádi Oszkár, a Baranya megyei állami biztosító gépjármű felrendezési, illetve az állami biztosító igazgatóságának munkatársai. Itt a háttérben látunk egy olyan emblémát, amit még nem sokan láttak. Vajon ez az embléma a verseny szülötte már, vagy egy új reklámfogás? Részben a verseny szülötte. Reklámfogásnak is tekinthető, de gyakorlati értelme is van.
szétválás után az állami biztosító nem hagyta cserben régi ügyfeleit. Igaz ugyan, hogy a meglévő paszkó biztosítási állományunkat átadtuk a Hungáriának, de azonnal nekikezdtünk saját állomány építésének. Baranyában jelenleg már 1500 új paszkósunk van. És a verseny azon kívül, hogy szolgáltatási versenyé vált természetszerűen, azon kívül bizonyos mértékig díjverseny is lett. Mielőtt belemennénk a díjtételek ismertetésébe, engedhessék meg nekem egy olyan kérdés, ami az autós ember méltán érdekli, hogy mi a különbség a két kaszkó, a jelenleg a Hungária biztosító kezelésében lévő kaszkó és az önök kezelésében lévő új kaszkó között? Tulajdonképpen az elmúlt évben, egészen december 31-ig ugyanazt a kaszkót kínálta a Hungária, mint az állami biztosító. Ez alatt az idő alatt mi kiépítettük gépjárműkárrendelési szervezetünket, kidolgoztunk egy új kaszkóbiztosítási formát, és igyekeztünk a szolgáltatásunk színvonalát javítani, növelni, közelebb vinni az ügyfelekhez. Január 1-től megjelent az ABC, az AB kaszkó, meg eltér bizonyos mértékig a Hungáriától. Vannak olyan részei, modul elemei, amelyek egészen különleges kockázatokat is tartalmaznak, így többek között úgynevezett üzemszüneti biztosítást is köthetnek kaszkósaink a kaszkó blokkon belül. A javítási időre, tehát a karamboloznak, gépkocsi javításba szorul, a javítási idő alatt választásuknak és díjfizetésüknek függvényében napi 100, esetleg 500 forintos kártérítést is kaphatnak. Függetlenül attól, hogy a gépjármű javítása egy hónapot vesz igénybe, vagy egy évet, ismerjünk az alkatrészellátásból. Sajnos ehhez azért nem tudjuk igazítani feltételeinket, és nem is tudjuk a díjat előre így meghatározni, ezért kénytelenek voltunk gépjármű javítási normatívákhoz igazodni, és napi 10 órás ráfordítással számolva a javítási normák alapján kiszámítani azt az időt, ami alapján az a gépkocsi megjavítható. Ez a, erre az időre eső 150-500 forintot kérdik. De van itt még egy olyan újdonság, egy olyan tényező, ami a Hungária biztosítónak méltán csipi a szemét, hogy így vulgárisan fejezem ki magam, ugyanis náluk az a rendszer, ha jól tudom, hogy a kárbejelentést abban a megyében kell megtenni, ahol a kár bekövetkezett. Amíg az állami biztosítónál országos kárrendezésről beszélhetünk, az új kaszkó esetében. Igen, tény is való, hogy előrébb kellett lépnünk a kaszkó kárrendezésbe, és hogy megkönnyítsük az ügyfeleinknek a dolgát. Kidolgoztunk egy olyan rendszert, amely alapján az ország bármely területén történik kaszkos ügyfeleinkkel kár, baleset, akkor a legközelebbi állami biztosító irodáját, fiókját vagy igazgatóságát megkeresve felveszik a kárát, felbecsüljük a kárát, és természetesen térítenek is. Nem kell hozzá semmi más, csak ez a kis kaszkókártya. Ez a kis kaszkókártya azokat a lényeges adatokat tartalmazza, amelyek a gépkocsi tulajdonosára és a gépkocsira vonatkoznak, díjfizetésre, önrészesedésre. Tehát ennek a felmutatásával bármelyik fiók, bármelyik igazgatóság lerendezi a kárt. Feltételező azt, hogy minél kevesebbet kell ebben élnünk, érdekelne még az, hogy azok a gépkocsi vezető, gépkocsi tulajdonosok, akik nem okoznak balesetet, milyen díjvisszafizetési kedvezményben részesülhetnek, vagy van-e ilyen egyáltalán? Természetesen. Ezt az állami biztosító már régóta honorálja az ügyfeleinek. Az első díjvisszatérítés a kaszkóbiztosítás megkötésétől számított 2 év után esedékes. Természetesen, ha korábbi kaszkóbiztosítás alapján megszerezte ezt a jogosultságot ügyfelünk, azt elismerjük.
Tehát két év után jár az első havi visszatérítés. Nem okozott, illetve nem volt részese közötti esemény. Nem okozott ő maga, nem okozott balesetet, nem tört össze a gépkocsiját magyarán. A harmadik negyed évben két havi díjtérítünk vissza, igen, és az ötödik éves balesetmentes vezetés után pedig három havi díjat. És ezt automatikusan mindaddig, amíg nem következik be egy olyan baleseti kár, amely a kaszkóbiztosítás alapján kerülhet térítésre. Még valamit, ha szabad elmondanom, másképpen is megpróbáljuk honorálni a balesetmentes vezetést. Ebben az évben először, legfrissebb információnk szerint, egy darab Fiat Uno személygépkocsit fogunk kisorsolni azon ügyfeleink részére, akik már hosszabb ideje balesetmentesen vezetnek. Tehát elkezdődött egy olyan verseny, ami arra ösztönöz, hogy balesetmentesen közlekedjünk, de azt hiszem, hogy a balesetmentes közlekedésnek, a megelőzésnek egy olyan új formáját is kitalálták, ha jól tudom, Finnországban, amit az állami biztosító rugalmasan átvett és be is kíván vezetni. Miről is van szó? Igen, ez egy olyan eljárás, amelyik megakadályozza a végeredményben az úgynevezett vízfény, vízfilmnek a képződését, a szélvédőn. Átvettük, és áprilistól kezdve folyamatosan kívánjuk valamennyi területen előjegyzés alapján ezt a rendszert, illetve ezt az újítást a kaszkos ügyfeleinknek, és általában a gépkocsi vezetőknek, tehát teljesen mindegy, hogy hungáriás ügyfél, vagy pedig állami biztosítós ügyfél, a részükre ezt a szolgáltatást adni. Előzetes tájékoztatások szerint 300 forint körüli összegbe kerülne ez. Természetesen az állami biztosító ügyfelei 50%-os kedvezményben részesülnek. Na most, hogy mi a lényege? A szélvédőt nem károsító két vékony karc a szablaktörlő lapát fölött, és ez tulajdonsága az, hogy a szablaktörlő lapáttól a szennyet és a vízréteget lekapja, ezzel élesíti a gumit is, és biztonságosabb közlekedést ad, hisz látni mindig kell. Az állami biztosítónak minden egyes kötvényét, minden egyes kockázati alapját havonta lehet fizetni, akár csekken, akár OTP átutalással, és meg lehet szüntetni. A kaszkó az egyetlen kivétel. A kaszkó biztosítást az ügyfeleink egy évre kötik, legalább évi tartamra. Tulajdonképpen valamennyi biztosításunk évi díjas biztosítás, egyes ritka kivételektől eltekintve, és de határozatlan tartamra szól. Na most ezeknek a megszüntetése gyakorlatilag úgy történhet, hogy az ügyfél felmondja a biztosítását általában évfordulóra. A havi díjfizetéses rendszerben szereplő biztosításoknál ez a felmondás például egy lakásbiztosításnál évközben is megtörténhet. Kivétel a kaszkó, ahol a nagyobb veszély miatt és a veszélyközösség életben tartása miatt, tehát a kár kifizetési lehetőségeink fenntartása miatt ragaszkodunk arra, ahhoz, hogy a kaszkó biztosítást csak évfordulóra, úgynevezett biztosítási technikai évfordulóra mondhatja fel az ügyfél. Abban az esetben, hogyha év közben megszünteti a havi díj rendszer és befizetését, akkor kénytelen vagyunk ezt a díjat egyéb csatornákon behajtani. Szeretnék kéne, mert a kaszkó biztosítási témát lezárva egy kérdést feltenni a hallgatóknak, nevezetesen azt, hogy a kaszkó biztosítás mit térít, illetve milyen összeg levonása mellett térít. Telefonszámunkat rögtön megmutatjuk, és aki az elsőként jelentkezik, az az állami biztosítótól kapott ilyen zsákba macska csomagot kap. Az a kérésem, hogy a telefonszámon jelentkezzenek, és az adásidő végéig befáradván ezt a kis kötvény találós kérdés megfejtői között ezt kisorsoljuk, illetve átadjuk. Tételezzük fel, hogy hazaértettünk a
az autókirándulásból nem történt semmi baj, nem volt szükségünk a kaszkóra, viszont a lakásunkat illetéktelen személy meglátogatta. Kinek kell kárbejelentést tenni és hogyan? Lakásbiztosításról beszél. Hát célszerű, ha az ügyfél a kárát a lehető legrövidebb időn bejelenti. Kinél és hogyan? Itt Pécsért, a Kossuth Lajos utca 42-es szám alatti irodánkban működik a kárrendezési csoportunk. Természetesen kár este is észlelhet az ügyfelünk, tehát nem csak személyes megjelenés útján tehet bejelentést, hanem telefonon is, az esti órákban, az üzenetrögzítőnkön. A bejelentés amennyiben írásos bejelentés, és ezt nagyon javasoljuk azoknak az ügyfeleinknek, akiknek ma nagyobb összegű kára keletkezett, mindenképpen azoknak, akinél betöréses lopáskár történt, hiszen a betöréses lopást a rendőrségen is be kell jelenteni. Az ügyfélnek. A két bejelentés pedig egybevágó, és ha az ügyfél egyszerre teszi a bejelentést az állami biztosítónak, amiben felsorolja tételesen, hogy milyen kára keletkezett, és a rendőrségnek is egyúttal megteszi a bejelentést, ez a mi ügyintézésünket is meggyorsítja, leegyszerűsíti. Miután kifogásolták a feltárokban lakók azt a lehetőséget, hogy be kell menni a Kossuth Lajos utcában, csak ott lehet a kárbejelentést eszközölni. Azt hiszem, hogy pont a mai napon történt egy olyan megállapodás, egy olyan előrelépés, amit a kertvárosi körülmel lesznek tudomásul. Arra kérek, jelentsen-e. Igen, a mai napon megállapodtunk, egy előzetes megállapodást hoztunk létre a kertvárosi lakásszövetkezet vezetőségével. A megállapodásunk lényege, hogy az ő irodájukban biztosítási kirendeltséget fogunk működtetni, ahol kárjelentést is lehet tenni, biztosítást is lehet kötni, sőt, kisebb összegű károkat ott helyben ki is fognak fizetni. Szeretném megkérdezni, és feltételezem, hogy most már egyre több lakásban vannak nagyobb értékek. Itt most nem a hifi berendezésre, a színes televízióra gondolok, mert az egy látható, az felmérhető, a kár eseménynek része. De olyan, hogy nagy értékű gyűjtemény, bélyeggyűjtemény, éremgyűjtemény, benne van-e a kockázatvállalásaiban? A lakásbiztosítási feltételeinkben csak korlátozott összegben. És itt hozzáteszem, hogy az 1976. január 1-je után bevezetett lakásbiztosítási formában van 50 ezer forint értékig a gyűjtértékkel bíró tárgyaknak a fedezete. No most természetesen nem egy olyan háztartás van, ahol nagyobb értékű gyűjtemények, festmények, aranytárgyak esetleg felhalmozottak, és ez az 50 ezer forintos keret már nem elég az ügyfélnek ahhoz, hogy biztosítva tudja az ő értékeit. Ilyen esetben mi a műértékbiztosítást ajánljuk fel. A díjtétele 1 forint 50 fillér egy évre minden 1000 forintos biztosítási összeg után, és természetszerű, ez csak az 50 ezer forint feletti érték után számítjuk fel, hiszen az alapbiztosításban az 50 ezer forint szerepel. Bevallás vagy értékbecslés szerint történik? Bevallás szerint, és itt még szeretném elmondani, hogy teljesen titkosan kezeljük a műértékek biztosítását. Megmutattuk. Azt hiszem, van most egy új kérdésünk, illetve én teszek fel, aztán majd meglátjuk, hogy választ itt kapunk, vagy szintén a nézőktől kérünk. Nevezetesen arra lennénk kíváncsiak, hogy a lakáskároknál melyek a legjellemzőbbek, amivel önöknél a legtöbben jelentkeznek? Feltehetjük a nézőknek ezt a kérdést? Remélem, hogy igen. Tehát újra van egy szatyrunk, telefonszámunkat a képernyőn látható, aki erre a választ adás időnkben megadja, szintén egy ilyen csép zsákbamacskának, illetve biztosító zsákbamacskának lehet a tulajdonosa. Lépjünk tovább, mert az idő szorít. Úgy tudom, hogy kitaláltak egy olyan balesetbiztosítási formát, aminek a neve életút. Hát ez nem balesetbiztosítás, ez életbiztosítás. Az
életbiztosítás és a balesetbiztosítás között önök miért tesznek kérni a különbséget? Szabad egyáltalán ilyen a különbséget? Nem teszünk tulajdonképpen különbséget. Vannak olyan életbiztosítások, amelyek tartalmaznak balesetbiztosítási kockázatot is. Jelen esetben is, ha egy életbiztosítást köt valaki konkrétan ezt az életutat, és baleset következtében hunyt el, akkor térítjük, illetve a előre meghatározott biztosítási összeget kifizetjük a hátramaradottak részére. A balesetbiztosítás az egy kicsit más, mert ott a kisebb baleseteket és a maradandó rokkantságokat vettük kockázatba. Az életbiztosításnál egy kicsit más a helyzet. Ez az életút biztosítás, ez végig kíséri ügyfelünket megszületésétől haláláig, végig kísérheti, és állandóan változhat. Az ügyfelünk változtathatja. A lényege az, hogy bármikor, bármilyen összeget, 1000 forint a induló minimumdíj, befizet az ügyfelünk, igen jelentős kamatot tudunk nyújtani, kivételes esetekben még ez 20%-ot is elérhet. Van egy garantált kamatunk, és a befizetett díjak után, befizetett összeg után, befizetett megbent tartott tőke után számítjuk fel, és évvégén attól függően, hogy az ügyfeleink hozzánk befizetett tőkéjét hogy tudjuk évközben hasznosítani, attól függően extra kamatot fizetünk, ami a mi előzetes számításaink szerint minimum 5-6%, de elérhet 20%-ot is. A életük biztosításnak a kötvényét mutatom most itt be, és így a beszélgetés végére még egy nagyon gyors választ szeretnék kapni arra a kérdésre, hogy ennek az életük biztosításnak olyan sok előnye van, hogy azok számára, akik már rendelkeznek valamilyen baleseti vagy életbiztosítással, van-e lehetőség, hogy átváltsanak erre a biztosítási formára? Igen, van lehetőség. A nyugdíjkiegészítő biztosítás kivételével minden életbiztosítást át lehet dolgozni, úgynevezett életút biztosítással is. Nagyon megköszönöm a vendégeknek azt, hogy belátogattak ezen a szép havasnapon ide stúdióba, és a gyerekek számára úgy búcsúzom el, hogy nagyon köszönöm még egyszer, és nézzétek meg egy rajzfilmet. Thank you.
Gyerekek, ne menjetek még el aludni, hiszen még jön nektek műsor hamarosan. Egy olyan 5-6 perc múlva láthatjátok a közlekedési rejtvényt, és már most mondom, hogy vegyetek elő papírceruzát, hogy addigra fel tudjatok készülni. Aztán Játékvár címmel, játékkészítéssel ismerkedhettek meg, majd láthatok még egy rajzfilmet. Elárulom, hogy mi az. Kukori Kotkoda Tojásfesztivál. Köszöntöm Önöket! Mai egészségnevelő műsorunk fő témája a korszerű táplálkozás. Mielőtt bármiről is szó esne, szeretettel mutatom be Önöknek stúdiónk mai vendégeit, dr. Bleier Erzsébet főorvosnőt, a Baranya megyei Kölyál egészségnevelési osztályának vezetőjét, Pálfi Tamást, a TSZKER piackutató üzletkötőjét, aki a Natura gazdasági társaság képviseleteiben van itt stúdiónkban, és a Baranya megyei Gabona forgalmi vállalat kereskedelmi igazgatóhelyettesét, Petrovics Bélát. Először a főorvosnőhöz lenne két kérdésem. Mi a korszerű táplálkozás, és mit tartozik ebbe a témakörbe? Hát, ha a korszerű táplálkozás alapjait próbáljuk boncolgatni, akkor a lényege mindenképpen az, hogy zsíradékból keveset kell fogyasztani, elsősorban telített zsírsavak formájába, tehát étolaj, margarin formájába, fehérjéket olyan minőségben, hogy azok a normál életvitelhez szükséges összes aminosavat tartalmazzák, tehát az ember szervezetéhez nélkülözhetetlen aminosavakat tartalmazzák, azon kívül rostdúsnak kell lenni a tápláléknak, tartalmaznia kell sok vitamint, ásványi anyagot. A korszerű élelmezéshez hozzátartozik, hogy nem csak minőségében kell az ételnek jónak lenni, hanem elkészítési módjában is nagyon fontos, hogy korszerű legyen. Úgy érzem, hogy divat ez a téma mostanában. Tényleg divat? Én szerintem egy nagyon egészséges divat, de biztos, hogy az is közrejátszott abban, hogy sokat foglalkozunk vele, hogy az orvosok vizsgálták azt, hogy a lakosság egészségi állapotát mely betegségek befolyásolják leginkább, illetve a halálozásért mely betegségek felelősek. Elsősorban itt a szív- és érrendszeri megbetegedésekre, rossz indulatú daganatokra gondolok, és ezeknek a betegségeknek a kialakulásában rendkívül nagy szerepet játszik a táplálkozás. Azt hiszem, nem árulok el nagy titkot, hogyha elmondom, hogy stúdiónk sarkába egy kisebb árubemutató, termékbemutatót rendeztünk be az Önök tájékoztatása érdekében. Megkérném Petrovics Bélertársát, hogy a gabonának, a gabonaiparnak a termékeit, hogyha bemutatná kedves nézőinknek, és hogy mire is lehet használni ezeket. Tessék, hogy lehet mondani, hogy a szavaz. A gabonaipar is már régóta foglalkozott azzal a kérdéssel, amit a doktor is említett, hogy az étrendet változatossá kell tenni, rostból, fehérjéből kell elsősorban többet fogyasztani. Ezek az itt bemutatott termékek, ezeket az anyagokat tartalmazzák. Néhányat megkívánok belőle említeni. Búzakorpa, étkezési búzakorpa forgalomban van. A rost hiányban szenvedő betegeknek ajánljuk ezt a terméket. Sajnos ez a rost hiányban szenvedő betegség Magyarországon már szinte népbetegségnek számít, nagyon sokan szenvednek benne. A búzakorpa elősegíti a gyomor és a vél működést, nagyban segíti a vastag vér működését, és van egy olyan tulajdonsága is, hogy a gyomorban megduzzad, a növényi rostokra jellemző tulajdonságánál fogva, ezáltal a telítettség, a jólakottság érzetét is kelti, és egy bizonyos fogyókúra szempontjából is használott ez a korpa. Nagyon jelentős a búza csíra termékünk, egyik fajtája, másik fajtája zacskos zacskóban kerül forgalomba. Nagyon gazdag a búzacsira fehérjében. A fehérjéken belül is jól használja fel azokat az aminosavakat, amelyekre szüksége van a szervezetnek.
gazdag E-vitaminban és nagyon gazdag a kalciumban is. A gazdag kalcium tartalma folytán igen ajánlható a terhes és szoptató anyáknak, hiszen a csecseménél nem mindegy az, hogy a kalciumhoz milyen mértékben és mikor jut hozzá. A buzacsíra hasonlóan a szójalizthez bizonyos a magas fehérjetartalom miatt és az igen jó aminosabb tartalma miatt bizonyos roboráló hatással is rendelkezik, ezért betegség után igen ajánlatos, vagy idősebbeknek igen ajánlatos, májgyulladás esetében, akár időt, akár heveny formájában is tapasztalható az étkezési csíra is és a szójaliszt is. Hol lehet ezeket a termékeket kapni? Ezek a termékek szinte folyamatosan kaphatók a Pécsen a vásárcsarnokban lévő malomipari szakboltban, de ezen kívül rendszeresen árusítja a konzumáruház is ezeket a termékeket, továbbá az élelmiszerkereskedelmi vállalatok is forgalmazzák ezeket a termékeket. Megemlíteném még a kukorica készítményeket, kukorica darab, kukorica liszt, rizsliszt, amely azt a cél szolgál, hogy azok az emberek, akár felnőtt, akár gyerekről is van szó, akik lisztérzékenyek, akik buzából, rozsból, zabból, árpából készült terméket, vagy ezeket nem fogyaszthatják betegségük folytán. Igen jó étrendek lehet előállítani ezekből a kukoricaliszt, rizsliszt termékekből. Vesebetegségben szenvedőknek ajánlható a nefropán. Ez ugye nem a gabonaiparnak a terméke, hanem egy sütőipari vállalat készíti Dunaharasztiba, de ez is korlátlanul kapható ugyanezekben a szakboltokban. Ugyancsak még az előbbi felsorolásból, a kukorica daránál történő felsoroláson kimaradt a cerepán, amit a pécsi sütőipari vállalat készít, de ezekben a szakboltokban kapható, ugyancsak a lisztérzékeny beteg gyerekeknek. Köszönöm szépen, és elnézést, hogy közbevágok, mert van még egy vendégünk, akinek át szeretném adni a terepet. Úgyhogy megkérném Pártri kártását, hogy lenne szíves a Natura termékeit bemutatni. Talán ez újdonságként is fog hatni a nézőket. Engeditek, hogy legelőször a Femini tésztacsaládot mutassam be, amely jelen pillanatban 6 féle kivitelben van már nálunk forgalomban. Nagy előnye, hogy teljesen fehérje szegény, és általában orvosi javaslat szerint a vesebetegeknek előnyös a fogyasztása. Ugyanakkor a diétás étkeztetésnek is az alapja. Következő termékünk a szójagranulátum, amely tudva lévő, hogy több olyan betegségre is alkalmas, amely jelen pillanatban népbetegségként használható, vagy népbetegségként ismert. Ilyen például az érrendszeri megbetegedés, akkor a táplálkozási formának a növelése. A következő termékünk a hántolt köles, amely tudva lévő, hogy már a rizs előtt forgalomba volt Ázsiában. A 19. század végéig a hajdinával együtt közkedvelt népi eledel volt. Ezután az élet fölidő gyorsulása következtében elfelejtettük, és az elmúlt időben ismételten kezdtük fogyasztását. Piros edények, amik ott látszanak először. Amiben itt a pirosban, ezek azok az úgynevezett csiratálak, amelyben a korszerű étkeztetéshez szükséges buzát, egyéb szemes terméket, hangsúlyozom, hogy csak csirátlan értetve csávázatlan vetőmagokat lehet használni. Ennek minden része fogyasztható. A következőnk a fani gyümölcslényerő edény, amely minimális cukor hozzáadásával, meleg víz használatával lehet üzemeltetni. A benne keletkezett hő következtében, gőz következtében a teljes cukortartalom és belső nedveknek a ez tulajdonképpen akkor lé és rost. Lé és rost nyerő, tehát a vitamintól kezdve minden megmarad a lébe, tartósítószer nélkül lehet. És ezeket hol lehet vásárolni? Ezeket a termékeinket a csütörtök 5-én nyíló Salajuti új élelmiszerboltunkba fogjuk forgalmazni.
köszönöm szépen, és elnézést, hogy közbevágott, de műsoridőnk siettett minket, és zárásképpen két könyvet ajánlanák épp a témához kapcsolódóan. Dr. Ola Andor, Kálai Klára, Vadnai Zsófia, Zsolt, elnézést, a Reform Konyha, Konyha című kiadványt. És a másik lenne Dr. Zajkás Gábor, Gálné Póda Bernadett, diétás könyv, ami a Medicina könyvkiadó gondozásában jelent meg. Talán így, talán el lehet olvasni. Én megköszönném a figyelmüket, jó étvágyat az itt látott készítményekhez, és a legközelebbi viszontlátásra. Köszönöm szépen! Köszöntöm a kertvárosi közlekedést kedvelő fiatalokat. Talán emlékeztek rá, két héttel ezelőtt a segédmotorkerékpárosoknak tettünk fel kérdéseket. Örülünk, hogy elég sok válasz érkezett, és sok volt köztük a helyes is. 10 kérdésünk volt, amelyre igennel vagy nemmel kellett válaszolni, ilyen totószelvészerűen kellett kitölteni tehát a lapot. Elmondanám a megfejtést. 1-es, 2-es, 1-es. 2-es, 1-es, 2-es, 1-es, 1-es, 1-es és 1-es. Ez volt tehát a helyes tipp oszlop, ahogy ezt autós nyelven szokták mondani. Megkérem kolléganőmet, Sipos Erikát, hogy szíveskedjék a helyes megfejtések közül akkor 10 darabot kihúzni, hogy a közlekedés biztonsági tanács által felajánlott 100 forintos utalványok nyerteseit majd meg tudjuk mondani. Amíg ez megtörténik, addig hagyd mondjam el, hogy a megyei közlekedés biztonsági tanács tervbe vette, hogy egy nagyszabású közlekedési vetélkedés sorozatot indít kertvárosi iskolák közösségek között. Nagyon szeretnénk, hogyha megírnátok véleményeteket, vajon milyen témakörökben, milyen elméleti és gyakorlati játékokban szeretnétek vetélkedni egymással. A most következő feladatok után majd megjelenik a képernyő a levél címünk, és természetesen ugyanide kérjük majd ezeket a tippjeiteket is. Megvan Erika, mindjárt 10 nyertes. Azt hiszem, hogy megszámolom. Ez
9-10, igen. Akkor kik nyerték tehát a közlekedés biztonsági tanács 100 forintos könyv utalváját, melyet postán juttatunk majd el nekik? Akkor olvasom a neveket. Imre Rita, a címeket nem olvasom fel. A másik, Postprim Viktória, ifjú Jung János, Rumi Zoltán, Szabó Levente, Kozári Hajnalka, Kispap György, Tóth Tímea, Weissmüller Ferenc, és egy pillanat, ki kell bontanom egy borítékot, olvasom, Fábos Tímea. Köszönöm szépen, ők nyerték tehát a 100 forintos vásárlási jutalmányt, és akkor most következik a mai rejtmény, amelyhez jó memóriára lesz szükség. Öt ábrát fogunk mutatni, és az ábrák után egyenként majd mindig egy-egy kérdést, a szokásos három meghatározással, melyek közül természetesen mindig csak egy a helyes. Nézzük tehát rögtön az első ábrát, figyeljetek alaposan. És akkor az első ábrához tartozó kérdés. Nem egészséges ugyan, de szüleid nem tiltják, és el akarsz szívni egy cigarettát. Megteheted ezt az ábrán látható helyen? Az A válasz igen, mert nem hagytam őrizetlenül a járművet. B igen, mert nincs várakozni tilos jelzőtábla. A C nem, mert a kapaszkodósávon még megállni is tilos. Következzék a második ábra. És a hozzátartozó kérdés. Mire számíthatsz, ha kiérsz a fák közül? A. Olyan erős oldalszére, mely a járművet még a menetirány szerinti bal oldalra is átsodorhatja. B. Arra, hogyha jobbra nézek, akkor biztosan látok majd egy repülőteret. C. Arra, hogy nagyobb gázt kell adjak a szél fékező hatása miatt. És most akkor a harmadik képet kérem. Kérdés. Hány métert tehetnek meg így egymás mellett a segédmotoros kerékpáron közlekedők? A. Akár több kilométert is, ha a mögöttes forgalmat nem akadályozzák. B. Amilyen hosszúságú út szükséges az előzés közben a megelőzött melletti elhaladáshoz. És a C válasz. Egy métert sem, mert ugyanazon a sávon belül egymás mellett még elhaladni is tilos. Ez volt tehát a harmadik kérdés, most következik a negyedik ábra. Jól figyeljetek, most következik hozzávaló kérdésünk. Hány olyan cselekedetet hajtott végre az 5 km per óra sebességgel haladó segédmotoros, amely szabálytalan? A. 1-et, B. 2-t, C. 3-at. És végül az utolsó ábrán következik. Remélem jól látható a kérdés mellé, melyik segédmotoros kerékpáros közlekedik szabályosan? A. Csak a hármas számmal jelzett, B. Mindhárom, C. Egyik sem. Remélem jól emlékeztetek. Ez volt tehát az öt kérdésünk, melyre a megfejtéseket még a héten kérjük postára adni. A levélcímünk rövidesen megjelenik a képernyőn, és kérlek benneteket, ne felejtsétek el a megfejtések mellé ötleteiteket, javaslataitokat is beküldeni, milyen közlekedési pályázatot, nagyszabású vetélkedő sorozatot indítson a közösségi televízió és a megyei közlekedés biztonsági tanács. Köszönöm a figyelmeteket, jó megfejtést! A nevelési központban működik az úgynevezett OS-tábla szakkör. Lehet, hogy most néhány néző fölkapta hirtelen a fejét, hogy miről van szó. Én a talányos elnevezésről kérdezem a szakkör vezetőjét, dr. Barta Árpádot. Az OS-tábla elnevezéssel a játék folytonosságát kívántuk hangsúlyozni. Az OS-tábla a középkorban rendkívül népszerű játék volt. Felépítésében hasonlít a sakkjátékhoz, mind a táblája, csak a bábúi fekete-fehér színűek voltak, a formájuk különbözött a sapkétól.
Mivel foglalkoznak a szakkörön belül, és a foglalkozásokat hány éves gyerekek látogatják? Igen, hát az utóbbira válaszolnék először. 8-10 éves gyerekek, vagyis akik harmadik osztályba, illetőleg negyedik osztályba járnak, a szakkör teljesen önkéntes, és ezt a gyerekek önként válogatták hetenként egy alkalommal. Én minden héten megpróbálok egy új játékot bemutatni, és ezt együtt eljátszani a gyerekekkel, és a gyerekek nekem segítenek abba, hogy megváltoztatják a szabályokat, módosítják, tehát a gyerekeket kreatívvá tesszük. Igen, ellátogatott a stúdióba két kis pajtás, és mutatkozatok be a nézőknek. Én Orosz Attila vagyok, a 3C-be járok az egyes iskolába. Csertel Ágnes vagyok, az egyes iskolába járok, a harmadik osztályba. Milyen játékkal fognak most a gyerekek játszani a stúdióban? A gyerekek úgynevezett tördominóval fognak játszani. Kezdjétek el gyerekek játszani. El kell mondani, hogy mi a szakkörön csak olyan játékokkal foglalkozunk, amelyel valamit meg akarunk tanítani. Tehát szerencsejátékokkal nem foglalkozunk. A játék alapelve, amit most éppen a gyerekek játszanak, egy tördominó. Abból indulunk ki, hogy egy valódi tördkifejezés megadható geometriai alakzattal, például egy félkörrel, megadható tördszámmal és megadható szóképpel. Na most pedagógusok és szülők ismerik azt az egyszerű tételt, hogyha egy gyereknek azt mondják, hogy egy fél alma így néz ki, vagy egy félkör, ha találkozik egy fél háromszöggel, vagy esetleg egy négyzetet vágnak ketté, akkor már ő másképp értékeli. Egy példát mutatnék itt be, háromnegyed az felírható szavakkal, tehát szóképpel, tördszámmal, geometriai alakzattal. A gyerekek éppen ezt a játékot játsszák, itt bemutatnám a játék felépítését, egész számokhoz. Nyilván, hogy itt egy hatszög van, ez egy háromszög csatlakozik, ha végig megyünk a tördominó másik fele egyharmad, tehát itt a szók, vagy a geometriai alakzat találkozik a számmal, és így tovább. Különösképpen ebben a korban ez a fajta gondolkodás rendkívül fontos. Nem hiszem, hogy az adás ideje alatt lesz lehetőségünk bemutatni egy másik játékot, amit szeretnék röviden ismertetni, ez nevezetesen az egyszer egy az egyszerű játék, kártyajáték, valóságban így néznek ki, de én fölnagyítottam, hogy jobban érzékeltessem, mi az, amit szeretnék játszani. A 2-től a 12-es szorozó táblát próbáljuk a gyerekekkel eljátszani. Itt láthatók azok a számok, amelyből a 12 fölépíthető, tehát a 2-es szorozó tábla, 3-as, 4-es, 6-os, 12-es. Látható, hogy a 25-ös csak az 5-ös szorozó táblába fordul elő. Na most semmi új nincs a nap alatt, így ebben a játékban semmi sem új. Az ismert römi szabályai szerint játszunk a játékkal. Ha a gyerekek észreveszik azt, hogy három egymás után következő kártyájuk a kezükben van, hát egy legegyszerűbb példa a 2-es szorzó táblára, ez amit itt látunk. Közben mondják magukban hangosan, hogy 5x2, 10, 6x2, 12, és így tovább. De látható, így is folytatható. Na most ebben a lerakásban van ez a C betű, ez nem más, mint a Jolly, az ismert kártyajátékokban, én szerettem volna magyar nevet adni, kicserélhető. Na most milyen előnye van ennek a játéknak? A legtöbb előnye az, hogy a szorzó táblát, amelyet feltétlenül kell ismerni készségszinte, vagy jártasság szinten, készségszinte fejleszteti, pontosan azáltal, hogy magukban mondják a gyerekek a szorzó táblát. Nagy örömmel és nagy szeretettel játszanak a gyerekek ezzel a játékkal. Igen, tehát mindenképpen ismertette a játékokat, a játékok jellegéből adódóan és az iskolai oktatásban is nagyon hasznosíthatók lennének. Az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában már az elmúlt másfél évtizedben ezeket a játékokat a
gyakorlatban, az oktatásban alkalmazták. Nálunk nem ilyen rózsás a helyzet. Sajnos. Mi a helyzet Magyarországon? Igen. Sajnos nálunk általában a pedagógusok és azok a szakemberek, akiknek kellene ismerni, nem ismerik. Szerencsére a minisztériumban, az Országos Pedagógiai Intézetben már ismerik ezeket a játékokat. Az első játékot jellemző módon nem gyerekeknek és nem pedagógusok készítették, hanem az USA-ban a vezetőképző intézet egy vállalatvezetési játékszimulációt fejlesztett ki 1956-ban. Pedagógiában csak 1962-ben készültek az első játékok, és gyakorlatilag a pedagógiai célú játékok felfutása 1970-től kezdve figyelhető meg robbanásszerűen. Na most azért érdekesek ezek a játékok, mert ezekkel a játékokkal a kreativitás, a probléma megoldó készség, a döntéshozatali készség, emberi kommunikációs kapcsolatok kifejlesztése, a gondolkodás és a kezdeményező készség kifejleszthető. Azt hiszem, hogy ennél aktuálisabb dolgot nem is tudtam volna mondani a játékok előnyére. Ezért sokan ezeket a fajta játékokat a jövő nyelvének nevezik. Igen, számos hazai újságban publikálták már munkáit. Ilyen például az Élet és Tudományban 85 decemberében megjelent Katona Kamerának. Zenei Ludo című játék, illetve Játszunk gazdálkodót. Most mind a kettő játék címe már magáért beszél, tehát az egyik a zenei készséget, képességeket fejleszti, a másik pedig egyetlen a gyakorlati életre készíti fel a gyerekeket. Most mégis ezek valahol bonyolultabb játékok. Milyen tanácsot tud adni a pedagógusoknak, szülőknek, akik egyszerűen játékos formában szeretnék a gyerekek gondolkodását, személyiségét fejleszteni? A legfontosabb az, hogy az a pedagógus és az a szülő, aki a gyerekével akar foglalkozni, szeresse a játékot. Ennélkül nem lehet elkezdeni. Bemutatnék röviden egy olyan játékot, amihez nem kell sem kártyajáték, semmi különleges eszköz. Ezek a kisgyerekek napok óta nagy örömmel játsszák. Tetszés szerint fölvehetünk egy rajzlapon, vagy egy A4-es formátumú lapon 6 vagy 8 vagy 10 pontot. Ha sokat teszünk, akkor sokáig tart a játék. Két színes szeruzával dolgoznak, a gyerekek összekötik, és tesznek ide egy pontot. A következő játékos bárhova húzhat egy vonalat, tesz rá egy pontot, és ezt addig folytatják, és ez a játék lényege, amíg valamelyik játékos nem tud tovább menni. Tilos a játékban önmagát keresztezni egy vonalnak, ez itt mutatom pirossal, illetőleg itt ezen az ábrán. Tilos egy másik meglévő vonalat keresztezni, és négy vonal nem találkozhat egy pontban. Három vonal találkozhat egy pontban. Ez hallatlanul kreatívvá teszi, kreatív gondolkodásúvá teszi a gyerekeket, és én észrevettem, hogy most már a második hete szeretnék tovább menni a gyerekekkel, nagy szeretettel és örömmel játszanak ezzel a játékkal. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, remélem, hogy sok hasznos tapasztalatot is sikerült önnek átadni a nézőknek, és a gyerekeknek is köszönöm a megjelenést. Kukori, kockada, tojásból lett a csoda. Nagy tarjú, cifra, tollaska, firgáló egyedek. Nem repültök, mint a szép sas, mert tele a vegyetek. Kockodás, kockodás, egy kis jó árulkodás. Jól esik ám a Zuzánknak, jobban, mint a kender mag. Réva senkit meg nem bánthat, néhány dolgot helyre rak. Pérgálnunk a gyomot a kukorica közül, ha azt akarjuk, hogy jó termést adjon. Miért nem inkább vegyszerekkel írtjuk a gyomot? Mert az drága, a kapérgálás viszont nem kerül semmibe, és még élvezet is ráadásul. Szemétdombon ott, igen, ahol talál is valamit az ember, de itt csak paré van. Hihihihi!
csak dolgozz, barátocskám! Ettől erősödsz, ettől izmosodsz! Még csúfolódni mersz, ha? Hagyd azt, öcskét, kokori, úgysem éred utol! Csak fölöslegesen fárasztod magad vele! Jaj, a derekam! No jó, pihenj, nekem most úgyis más dolgom van. Rémes, mennyi van még hátra? Mondd kérlek, Kutkuda nem nevezett be a tojásfesztiválra? Sajnos nem. Pedig inkább oda mentem volna én is, ha? Hey, Földi! Nagyon kérlek, adj fel címemre egy táviratot. Szívesen, komám, és mi legyen a táviratban? Hát, most menj, mert mindjárt jön kapirgálni, de ügyes légy, bízd rám, pajtás! Képzeld, két dekával nagyobb, mint a múlt havi átlag, ha ezt tudom, benevezhettem volna a tojásfesztiválra. Bravo, gratulálok! Hát ez nagyszerű. Távirat Kukorinak! Szent szalmazsák, ki távirat hozhat neked? Kedves Kukori, meghívjuk önt a tojásfesztivál zsűriébe, stop! Háj, hallod ezt? Na hát, hova rohan? Gondolhatod, milyen sürgős a táviratilag hívnak? De várj, hadd szedjem rendbe a tollaidat! Hep, hep, mi az, Kotkoda? Megint rád maradt a munka? Hep, 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 hep. Képzeld, Kukorit meghívták a tojásfesztivál zsűriébe. Mi a csoda, hep-hep, hiszen akkor láthatjuk a képernyőn, hep-hep-hep-hep, a fesztivál megnyitó ünnepségét a televízió is közvetíti, hep-hep-hep-hep. Jaj, de boldog vagyok! Képzelje, Pulykáni asszony, Kukori zsűri tag lett. Ó, gratulálok! Hep, Kotkoda, Kotkoda, gyere! Kezdődik a közvetítés, hep-hep-hep-hep! Ó, de hát akkor áll a munka, ha én tévét nézek. Hep-hep, ilyesmi csak egyszer van az életben. Milyen igaz? Nem a féle kis falusi szemétdomb, hanem fejlett vagy üzemi szeméttelep. Itt aztán élvezett a kapirgálás, nem úgy, mint otthon, holmi ervat gyomok között. Kodadaka! És ha szerencséd van, mire hazaérsz, Kotkoda helyetted is elvégezte a munkát! Na hallod, ez a legszebb az egészben! Gyer, mi a szaktársak? Fusizunk! Munkaidő alatt? Gyer! De kérem, mi itt csak... Itt belózni kell, szaktársak! Nem pedig kukorékolni! Gyer!
kapcsoljuk a tojásfesztivált. Kedves nézőink, most bemutatjuk a zsűri tagjait. Búbos Bianca, a Tollharmónia elnöke. Teknős Teofil, a fövénytársulat igazgatója. Mr. Bibitz Berkeley, az Aviavízió főrendezője. Lud Ludzon, az északi madárvonulás fődiszpécsere. Eugénia Flamingo, főgázú. Sziszegi Szilárd, a csúszó-mászó szövetség elnökhelyettese. Havasi Pintyőke, az 1970 évi Táncfügy Fesztivál aranyszalmaszál díjának nyertese. És televízión képviseletében Süket Faj. A műsor Száta vezeti. Nem látom Kukorit. Kicsi. Jaj, nekem csak nem esett valami baja oda menet. Hát, ha elgázott egy autó. Tudja, talán már nem is én. Világ legszebb személy, Jarsaléta úr vagyok. Lenézek rám hátvirkodva fényes csillagot. Mennyi csillag? Nem kell megijedni, csak a keresztényére lépett rá. Csak hogy itthon van. Hép, 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 hép. Lesz már, aki gyomtalanítja a kukoricaföldet. Hép, 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 hép. Harmadik fordulójához érkezett az Utcák, terek, emberek című betértető sorozatunk, amelyet lakókörnyezetük jobb megismerése érdekében a Közösségi Televízió és a Hazafias Névfront közösen szervezett. Egy önkritikával kell kezdenem. Több nézők telefonált és jelezte, hogy nem értik egészen tisztán az Utcák, terek, emberek betértető sorozat értékelési rendszerét. Én a legutóbbi adásban elmondtam, hogy még nincs elkésve senki, és ez még mindig igaz, hiszen a beérkezett válaszokat, az önök leveleit eltesszük, és majd a vetélkedő sorozat végén az összes beküldött megfejtés közül a helyes válaszok száma fog dönteni, hogy ki lesz az, aki itt a stúdióban élőadásban szerepelhet, és vetélkedhet a remélhetőleg értékes jutalmakért. És akkor most nézzük, hogy az elmúlt adásban melyik utcákra kellett a meghatározások alapján asszociálni. Darvas József utca, Melinda utca, Egri Gyula utca és Németh László utca. Ez volt tehát a helyes megfejtés. És most következik a harmadik forduló, tehát nyugodtan írjanak, aki még eddig nem küldött be megfejtést, az is bekerülhet a legjobbak közé. Tehát az első kérdés. Kit ábrázol a kép, és ki írta a most elhangzó vers részletet? Mentenem kéne, ami menthető. És én csak ülök súlyosan, akár egy kötöm, akár az az óriási madár, akit kamaszkoromban megsebeztem, és némán vérzett el a tüzes árnyékában. Csendben a világ ismeretlen részének mély csendjében költeményeimet írom, amelyek egyszerre innen és túl vannak az irodalmon, a megszokás törvényeim, a hülyék régületén. Elég volt az ömlesztett szépből, az örökölt effektusokból. Az én költészetem nem az álmok kusza burjánzásából, hanem a geometria szigorú rendjéből születik. Ez volt tehát az első kérdés. A második kérdésünk. Ki a szerzője a most következő önvallomás részletnek? Valódi paraszt, akinek elszakíthatatlan lehorgonzása makó. A hagyma és a hagymások. Mesterségénél fogva közgazda és szociológus. Aki azonban tevékenységében nem tud megmaradni a szakma korlátai között, hanem az irodalom és a politika tágasabb szemhatára felé kapakodik. Most pedig rövidesen egy kellemes zenei részletet fognak hallani. Én azt hiszem, nem szükséges semmiféle meghatározás. A megfejtés egy női név.
Rövidesen egy emléktáblát láthatnak a képernyőn, amelyen természetesen a név le van takarva. A kérdés, melyik utcában található és kinek az emléktáblája látható a képen. Ez volt tehát a négy kérdés, kérjük, hogy megfejtéseiket még e héten adják postára, levélcímünk látható a képernyőn, kérjük, a borítékra írják rá, utcák, terek, emberek. Kedves nézők, az elkövetkezendő néhány percben egy szervezet életébe próbálunk bepillantást nyújtani. Egy olyan szervezetébe, amely most ünnepli születésnapját, és amelynek tevékenysége, politikai feladata mindenki számára közismert. Tulajdonképpen munkáját sok-sok magas elismerés is fémjelzi. Stúdiók vendége egy ifjú hölgy és egy gyeresedő úr, remélem nem haragszik meg érte, ami mindkettőjükben közös, mindketten munkásőrök. Bemutatom Dr. Fejber Ibolyát és Trenkovics Ferencet. Úgy tudom, hogy az udvariasság mindenképpen azt diktálná, hogy a hölgyel kezdjük. Én mégis azonban arra kérem, bocsássa ezt most ezúttal meg, hogy Trenkovics Ferencet kérem először próbáljon visszaemlékezni azokra az időkre, amitől a munkásőrség születését számítják, hiszen ön alapító tagja volt a szervezetnek. Igen, ki kell, hogy javítsam, nem Ferenc István vagyok. Bocsánatot kérek, ne haragudjon. A visszaemlékezések az elmúlt hetekben játszottak le itt a városunkban és országszerte is. Ezek a visszaemlékezések ténylegesen felvillantották az elmúlt 30 évnek szinte minden pillanatát, és azt hiszem ez a sajtóba, televízióba és egyéb
területen is megmutatkozott a munkásőrök elismerésében a munkánkba, amit eddig tettünk. Ezek az idők arra is jó volt, hogy kicsit visszaemlékezzünk arra az elmúlt időszakra, amit együtt töltöttünk jó néhány elvtársunkkal, akikkel együtt kezdtük annak idején a munkásőrséget, a szervezést, a kiképzéseket, a szolgálatokat, ami ma már egy kicsit könnyebb, kevesebb is, mint annak idején volt. Gondolom, hát nyilvánvalóan más is a célja és feladata. Igen, hát megváltozott lényegében. Hadd áruljak el, Ibolya, a nézőknek egy titkot itt az adás előtti megbeszélésnél, amikor szóba került, hogy először Drekkocs István kap majd szót, akkor azt mondta, hogy ó, ez kérem, nem baj, hiszen ez a szervezet. Egyenjogúak vagyunk a nők és a férfiak, nálunk teljesen egyenjogúak. Egyformán kell nekünk is használni a fegyvert, meg érteni hozzá, meg hát mindenféle olyan dologhoz, amihez ott tényleg érteni kell munkásőrségben, tehát a harcászathoz, és ugyanúgy kell bírni is. Ibolya, rettető furcsa nekem, hogy egy fiatal orvosnő harcászatról beszél. Mégis próbálja meg elmondani, hogy ilyenek ezek a bizonyos munkásőr hétköznapok. Hát először is azt kell mondanom, hogy többnyire hétvégeken foglalkoztatnak bennünket, úgyhogy a munkaidővel azért nagyon nem ütközik, és másrészt pedig, hát tulajdonképpen nagyon nagy fegyelem van, ami nagyon fontos egy fegyveres testületnél, és hát mindenféleképpen a parancsot teljesíteni kell nőknek, férfiaknak egyaránt. Itt is megnyilvánul az egyenjogúság. Hát a lőterekről lehetne esetleg beszélni, a lövészetekről, hogy ott mennyire fontos az együttműködés, a bajtársiasság elsősorban. Hát ezen kívül én, mint orvos, működök most már a munkásőrségben, tehát tulajdonképpen kicsit könnyebb nekem a dolgom, mert kevesebbet kell részt vennem a harcászati gyakorlatokban, mert ott is inkább, mint ügyeletes orvost használnak, és valamelyest azért könnyebb így a dolgom. Feltűnő, hogy szívesen beszél a lőtérről, a fegyverről, de ha jól tudom, akkor a hobbija is a fegyverhez kötődik. Hát igen, mert vadászok, ezt tudom, hogy mondta, hogy ezt nem mondja ki. Hát azért járok vadászni egyébként elsősorban nem a fegyver miatt, hanem azért, mert nagyon szeretem a természetet, és azt, hogy egy hétvégén el lehet menni ki a természetbe, és ott egész nap járni, és az állatokat megfigyelni, meg néha nagy csendben éjszakai lesen kint ülni, és ez olyan kikapcsolást jelent, amit hát azt hiszem, aki bármilyen értelmiségi dolgozva azt tudja, hogy ott az irodában vagy akár nekünk orvosoknak a betegek között, vagy nekem személy szerint a vonzteremben vagy a mikroszkop mellett, hát muszáj, hogy kikapcsolódjunk. Nyilván önnek is rengeteg az elfoglaltsága, Drenkovics Ferenc, a Mecseki Szépbányákvállalat 3-as üzemének szennyezeti vezetője. Mégis hogyan tudják összeegyeztetni, mert hiszen nyilván a család is igényli azt a kevés szabadidőt, ami megmarad a munka után, és önök ezt sokszor szolgálatban töltik. Hát mondjam, azt a család hozzászokott egy kicsit ehhez, tudomásul veszik, sőt, mint ők segítenek ebben a munkánkban, mert ha nem segítenének, nem lehetne ilyen szinten ezt végigcsinálni, és ennyi időt végigcsinálni belőle. Feltétlen szükséges hozzá, hogy a feleség és az egész család is akarja, és segítse is az embert ebben a munkában. Ibolya, remélem nem sértődik meg. Én úgy gondolom, hogy ma manapság Magyarországon, elsősorban értelmiségi körökben nem divat munkásőrnek lenni. Mi lehet ennek az oka? Hát talán az lehet az oka, hogy nem tudják igazán, hogy mik is a munkásőr feladatai, meg miért van egyáltalán munkásőrség. Erre konkrét példát tudnék mondani, amikor a munkahelyemre kerültem dolgozni az egyetem után, sőt már egyetemi, mert egyetem alatt lettem munkásőr, ott is megkérdezték tőlem a kollégáim, hogy hát mit csinál egy orvos a munkásőrségben, de hát végül is orvosra azt hiszem minden fegyveres testületben szükség van. Másrészt pedig hát ismerni kell a munkásőrségnek a célját, felállását, és akkor
mindjárt érthető, hogy az értelmiségiek közül is azért jelentkeznek, de hát kevesen, főleg az orvosok kevesen, pedig szükség lenne rájuk. Őszintén remélem, hogy ez a mostani beszélgetésünk felkeltette sokak érdeklődését az önök munkája, tevékenysége iránt, és remélem, ha a közösségi televízió lehetőséget kap arra, hogy rögzített műsorokat is sugározhasson, akkor bepillanthassunk a hétköznapjaik titkos zugaiba is, részesei lehessünk kiképzésnek, foglalkozásoknak, szolgálatoknak. Köszönöm szépen, hogy eljöttek itt a stúdióba. Kedves nézők, most rövid szünet után hírek, információ. NDK napok kezdődtek február 27-től a Dómusz áruházban. Szőnyegpadlókból, szebb különleges szőnyegekből, olcsó tapétákból, függönyökből, csillárokból, műszörmékből és változatos textíliákból válogathatnak vásárlóink, amíg a készlet tart. Mint az adásunk elején is mondtam, akkor most következzenek a hírek, információk. És ezt is mondtam már az adás elején, hogy a KISZ Központi Bizottsága évelején Jövőnk a Tét címmel politikai akciót hirdetett meg. Ennek egyik állomása a mai nap, március 2-a. A munkahelyeken nyilvános vitafórumot, ötletbőrzét tartottak. A Dunántúli naplónál 19 óra óta tart az ifjúságpolitikai telefonos fórum. És természetesen a közösségi televízió is hangot ad ennek az akciónak. Meghívott vendégeink a stúdióban dr. Fodor László, a KISZ Baranya megyei bizottságának első titkára, és dr. Zeller Gyula, a Janus Pannonius Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának adjunktusa, közgazdász. Szép hosszú. Hát ugye egy akciót tulajdonképpen, ezt a Jövőnk a Tét akciót meg kellett ideologizálni. Politikai feladatokra van szükség. Mik ezek? Hát az ideológia az, hogy a KISZ-nek a kongresszus után most a gyakorlatban meg kell mutatni, hogy tényleg egy politikai szervezet, és az, amit megkérdezett a kongresszuson, hogy politikai jellegét erősíteni kívánja. Ezt most napjainkban bizonyítani kell, KISZ szervezeteinek a gyakorlatban, mindennapokban meg kell mutatni, hogy mit jelent ez. Törekvésünk az, hogy a KISZ felzárkózzék a következetes társadalmi és gazdasági reform folyamatok mellé, abban tevékeny részt vállalja. Azt kértjük KISZ szervezeteinktől, hogy egyrészt saját környezetükben, másrészt országosan nyilatkozzanak bizonyos alapvetően fontos kérdésekben. Mik ezek? Elsőként a tudományos műszaki fejlesztésbe haladásba való részvételt említeném. Másodikként pedig a teljesítmény szerinti bérezést, a differenciálást. Úgy érezzük, hogy ezekben a kérdésekben minden KISZ szervezetnek a saját munkahelyén, intézményében, környezetében kell lenni, hogy javaslata legyen, illetve országosan is tud egyéb más kérdésekben véleményt mondani a Magyar Fiatalság, a Kommunista Ifjúsági Szövetség. Azt szeretnénk elérni, hogy KISZ szervezeteink ezekben a kérdésekben egy-két dolgot konkrétan fogjanak meg saját területeken, azt is jelezik, hogy ők mit vállalnak ebből,
Gondolok itt például a számítástechnikának a terjesztésében, számítástechnikai ismeretek elsajátítására, különböző anyag- és energiatakarékossági mozgalmak indítására, és sorolhatnám tovább az ötletbőrzéket, ötletládákat, ötletnapokat, és azokat a tevékenységeket, amit eddig már a jól működő kis szervezetünk folytatta. Minden politikai feladatnak, célkitűzésnek tulajdonképpen gazdasági következménye, velejárója is van. Gazdasági programokról, ha hallhatnánk valamit. Hát én azt hiszem, hogy a gazdasági programok is kettősek. Tulajdonképpen úgy gondolom, hogy van egy olyan területe az egész gazdasági életünknek, amiben hát a kis és a fiatalok csak áttételesen tudnak igazán tenni. Hát ez azt jelenti, hogy nyilván a gazdaságnak van egy csomó olyan mély strukturális problémája, amelyet hát a döntéshozás tól esetenként távol lévő fiatalok nem nagyon tudnak megoldani, de én úgy gondolom, hogy azért erre a szférára is mindenképpen hatni tudnak azzal az erővel, amivel hát felléphetnek, hiszen a jövőnk a tét, mondja ennek az akciónak a címe, és hát ennek a jövőnek a letéteményesei, ugye, mint köztudat, hát ezek mindig a fiatalok. Nos, hát amiben igazán azt hiszem hatni tudnak, azok a munkai közösségekben lezajló folyamatok, és itt is én úgy gondolom, hogy olyan dolgokkal tudnak igazán hatni, amelyek bármilyen is a gazdasági struktúra végül is nagyon fontosak. Tehát én azt hiszem, hogy bármilyen gazdasági struktúráról legyen is szó, az talán értelmetlen, hogyha az utcát fűtjük, vagy nem tudom én, anyagokat pazarlunk, vagy nem azokat fizetjük meg, akiket meg kellene fizetni. És ezek a látszólag apró dolgok talán olyan szemléletváltást hozhatnak, amelyek hát kikényszerítenek egy olyan reform folyamatot, amely hát elementáris erővel a fejlődés útjára sodorhatja, hogy ilyen szót használjuk a magyar gazdaságot. Vannak esetleg már konkrét célkitűzések, felajánlások? Igen, kis szervezeteink tekintett arra, hogy az akció közel egy hónapja került meghirdetésre. A jól működő kis szervezeteinkben nagyon sok ötlet, javaslat hangzott el. Elsősorban az újítások, a fiatalok ötleteinek a menedzselésére, annak például helyszínen azonnal anyagiakba való jutalmazására, a számítástechnikának a bevonására, a döntés előkészítésbe, a demokratikusabb vezetésválasztásra, vezetőválasztásra, a számítástechnikának a kiterjesztésére, alkalmazására számos javaslat, ötlet merült fel kis szervezeteink részéről. Én azt hiszem, hogy nem könnyelmű ígéret, ha azt megígérem, hogy a Jövőnk a Tét akció keretében, amennyiben olyan felajánlások és célkitűzések születnek, amik érdemesek arra, hogy megmutassuk őket, és jó példával járnak elő, annak mi itt formát fogunk adni a közösségi televízióban. Örömmel élünk majd a lehetőséggel, hiszen most elsősorban az akció indításának az időszakát éljük, és reméljük az elkövetkező hetekben egyre több és jobb javaslat gyűl össze a fiataloktól. Köszönöm szépen a beszélgetést. Maradjunk még mindig március 2-ánál, hiszen úgy volt, hogy ma indul egy telefonszolgálat. Az a bizonyos nyugdíjas telefonszolgálat, aminek a telefonszáma a 41907. Sajnos be kell jelentenem, hogy ez a telefonszolgálat nem ma, mint azt két héttel ezelőtt közzétettük, hanem két hét múlva indul. Pörös Béla, az Apácai Nevelési Központ Művelődési Házának munkatársa most nekünk elmondja, hogy mi is lesz ez a nyugdíjas telefonszolgálat valójában, és talán azt is, hogy miért késik ez két hét. Március 16-ától indítanánk be a nyugdíjas telefonszolgálat, a szolgálatot, amely itt működnél az Apácai Nevelési Központ Művelődési Házában. Hát a késés oka az az volt, hogy mi tulajdonképpen januárban terveztük már a szolgálat beindítását, de különböző anyagi okok miatt, meg a propaganda késése miatt ezt eddig nem tudtuk megtenni. Most már úgy néz ki, hogy a március 16-a indítása biztos. Mit nyújt ez a szolgálat a nyugdíjasoknak, és mitől nyugdíjas? A telefonszolgálat profilját az alábbiak szerint körvonalazhatnánk. Egyrészt egy kapcsolatszervezői jellege lenne ennek a telefonnak, tehát a lakótelepen, illetve a városban élő nyugdíjasoknak az egymás közötti kapcsolatai kiépítéséhez adna segítséget. Másrészt pedig különböző jogi, egészségügyi, szociálpolitikai kérdésekben adna
tájékoztatót az érdeklődőknek, különböző kulturális programokról adna információt a nyugdíjasoknak, és ami talán újdonság lenne ebben a telefonszolgálatban az, hogy szívesen venni olyan emberek jelentkezését is, akik valamilyen munkát vállalnának a nyugdíjasok érdekében. Tehát gondolunk itt bevásárlásra, betegápolásra, gondozásra. Ugyanakkor azoknak a nyugdíjasoknak, időskorúaknak a jelentkezését is szívesen vennénk, akik valamilyen munkát vállalnának a fiatalok részére. Tehát gondolunk itt gyermekfelügyeletre, tanításra, korrepetálásra. Kik látják el ezt a szolgálatot? A szolgálati teendőket naponta 17 és 20 óra között nyugdíjas korúak látják el. Ez a stáb egészül neki különböző szakemberekkel, orvosokkal, pszichológusokkal, jogászokkal. Ez szombat-vasárnapra is vonatkozik? Sajnos szombat-vasárnap nem működik a telefonszolgálat. A két hónap, tehát a márciustól induló két hónapi működésre lesünk a kísérleti jellegű. Köszönöm szépen. És még mindig a mai napnál március másodikánál tartunk. Mától valamennyi pécsi, baranyai OTP fiókban, valamint Budapesten a 6. kerület OTP fiókjaiban kaphatók a Pécsi Nemzeti Színházért elnevezésű kötvények. Hogy időben át tudják adni a felújított Nemzeti Színházat, ennek érdekében bocsátották ki az 1000, 10.000 és 50.000 forintos címletű kötvényeket összesen 49 millió forint értékben. A 11%-os kamatozású kötvényeket csak belföldi magánszemélyek vásárolhatják meg. A kötvénykibocsátók bíznak abban, hogy április végéig minden értékpapír gazdára talál. A kötvény beváltása, illetve törlesztése két azonos részletben, 1991. május 1-től és 1992. május 1-től kezdődően történik a hozzácsatolt törlesztőszelvények ellenében. És természetesen azok, akik ezeket a színházi kötvényeket megvásárolják, és esetleg aktív színházlátogatók, bizonyos kedvezményekben is részesülnek. Ez hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amelyet egy héttel ezelőtt tartottak a Pécsi Nemzeti Színházban, illetve a Korzó Kávéházban. Hogy mik ezek a kedvezmények, erről sajnos pontosan még ők se tudtak beszámolni, de bízzunk abba, hogy mindenkinek hasznosak lesznek. Más. 16 darab autóbusszal gyarapodott a Pannonvolán állománya. Így 11 csuklós és 5 sima busszal több közlekedik az utakon, és ezzel 4000 fölé emelkedett, elnézést kérek, 4000 fölé emelkedett a napi indított járatok száma. Ezeknek az autóbuszoknak a beállításával főleg Kertváros járt jól, hiszen a 7-es járatot csúcsidőben duplájára sűrítették. Elnézésüket kérem, de azt hiszem elég mostoha dolog pont ilyen időjárási körülmények között az új buszokról beszélni, de hát bízzunk abban, hogy a Pannonvolán, a köztisztasági vállalat és mindenki együttműködéséből nem lesz fennakadás ezeknek a buszoknak a közlekedésében sem. Folytatnám. Az egyes busznak lakossági igény alapján megváltoztatták a vonalát, és így hurokjárat is lett. Ugyanis nem megy be az Apáczai Nevelési Központ elé, hanem a Csontvári utcánál, az ABC előtt, és a Várkonyi Nándor utcánál is megáll. A menet sűrűsége pedig 4 perc. Mint azt a Pannonvolán sajtótájékoztatóján elmondták, céljuk a menetrend stabilizálása, a járatok sűrítése, az utasok maximális kiszolgálása. És hadd fűzzem hozzá, hogy hamarosan nem csak az autóbusz vezetők, hanem a Pannonvolán munkatársai is új egyenruhában dolgoznak. Íme a női és a férfi modellek. Ezeken a modelleken egyébként majd a neveket is feltüntetik. A helyőrségi művelődési otthon Arma gyermekszínpadának legújabb bemutatója 1987. május 1-én vasárnap délelőtt, azaz tegnap délelőtt 11 órakor volt a Kossuth Lajos utca 13 szám alatti művelődési otthon színház termében. Itt bemutatták Vörös Marti Mihály Csongor és Tünde című csodálatos játékát. És hogy mi is az előadás érdekessége. A darabot Pécsváros óvodásaiból és általános iskolásaiból alakult színjátszók adják elő, akik a nemes irodalom és a színház megszeretetésén fáradoznak társaik körében. A rendező Enszabó Sándor, segítőtársa Unger Pálma. A bemutatónak egyébként igen nagy sikere volt tegnap. További előadások március hónapban,
Március 3-a kedd, 4-e szerda, 10-e kedd, 11-e szerda, 13-a péntek, 18-a szerda, 25-e szerda és 31-e kedd. Az előadások délután 3 órakor kezdődnek, a belépődíj 10 forint. Én nem tudom, hallják-e már a zenét, én még sajnos nem hallom, de mindjárt elmondom, hogy mi is ez. A címe Jenny és All. Ez a címe annak a számnak, amit most már bízom benne, hogy hallanak. Pap Zoltán zeneszerző és Gergely Róbert dalszövegíró a Tessék Választani című gála bemutatóra nevezett be ezzel, és be is jutott. Első alkalommal kerül így bemutatásra pécsi szerzőpáros műve ezen a tánczenei fórumon. És ugye azt hiszem, nem árulok el nagy titkot azzal sem, hogy mind a ketten a Pécsi Nemzeti Színház dolgozói, Pap Zoltán művészeti vezető karmester, karnagy, Gergely Róbert pedig színművész. A dal egyébként március 9-én este 7 órakor hangzik el a Budapesti Kongresszusi Központban, amelyet a Magyar Rádió is közvetít. Hát gratulálunk a bejutáshoz. És én azt hiszem, hogy gratulálhatunk nyerteseknek, ugye Tibor? Tartozunk még abban, kedves nézőknek, hogy emlékeztessük őket arra, hogy az adásunk első blokkjában a vendégeik voltak az állami biztosító szakemberei, és két kérdésre kértünk telefonon választ. Az egyik kérdés az volt, hogy a kaszkóval rendelkező autósok számára milyen lehetőséget nyújt a saját kár esetében a biztosítás. A megfejtés az volt, hogy az önrészesedés levonása mellett, illetve ha 20 000 forintot a saját kár meghaladja, akkor 10% levonása mellett kaphatja meg a kártérítést az autó tulajdonosa. Erre a kérdésre, ami azt hiszem nem volt nehéz, első megfejtőnk, aki a állami biztosító zsákba macskáját merte, Krausz János mi volt az Egribula 112-ből. Volt egy másik kérdéshez is kapcsolódóan válasz, amikor azt kérdeztük, hogy a lakáskárok esetében melyek a leggyakoribb kárbejelentések. Sokan jelentkeztek különböző megoldásokkal, de csak egyet tudtunk elfogadni az első jelentkezőtökkel helyes megoldást. Úgy állapította meg, hogy a vízkárok, a leázás károk azok, amelyek a leggyakrabban. A káresetek mintegy 80%-ában jelentkeznek káreseményként. Itt a megfejtőnk Murányi László az Újt Béla 8-ból. Még egy mondat erejéig szeretném felvilágosítani, kedves nézőket. Rengeteg bejelentés, érdeklődés érkezett a telefonszámunkon. Az állami biztosító munkatársai ígéretet tettek, hogy akinek telefonszáma van a meghívás alatt annak telefonon, aki címmel jelentkezett, annak levélben válaszolnak a kérdéseikre. Igen, van egy olyan érzésem, hogy Németh Károly kollégám nem véletlenül várakozik itt. Csörgött a telefon szakadatlanul, és természetesen hú ügyben. Sőt, itt a 41035-ről Balázsné kérte, hogy az adás alatt kérdezzük meg a köztisztasági vállalatot, hogy holnap reggel a kertvárosiak vajon elinduljanak-e a munkában gyalog, vagy számíthatnak a tömegközlekedésre. Nos, a köztisztasági vállalat műszaki igazgató helyettesétől, Kuzsel Ferenctől 19 óra 59 perckor telefonon a szó szerinti következő választ kaptuk. Minden erőfeszítéssel azon dolgoznak, hogy reggelre helyreálljon a rend, mire a dolgozók munkába indulnak, minden valószínűség szerint a buszok közlekedni tudnak. Jelen pillanatban 8 kocsival szórják sós homokkal az utakat és hóekéznek is. A délutáni fennakadással kapcsolatosan elmondta, hogy délelőtt 11 órakor leállították a készültséget, amelyet Kuzsel elvtárs saját hatáskörén belül 2:30-kor újra elrendelt. Így a munkából hazaérkezők egy része sajnos némi fennakadást tapasztalhatott a közlekedésben. Tibor? A leglényegesebbet. Igen. Az űrzavarban elfelejtettem mondani azt, hogy a két zsákba macska csomagot holnap reggel 10 óra után nevelési központban, itt a televíziós stúdióban veheti át a szerencsés nyertes. Köszönöm szépen, mi nem árultunk zsákba macskát, ezek voltak a hírek, információk, rövid szünet következik. Down.
doesn't do what it's his will is done. He holds his skin tall like a town big gun. He starts to growl, but without it is thrown. He bends a string and that's all she wrote. She wrote his dog, 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 jumping like catfish on the pole. Mellettem egy fiatal ember, gondolom Pécsett, elég sokan ismerik őt, hogy honnan az pillanatokon belül kiderül ő magáról, ő magától. Jó estét! Jó estét kívánok! Sipos László a nevem, 30 éves vagyok, nős, egy csodálatos fiatal feleségem van, gyerekem. Orvos a feleségem. Nagyon fontos, mert az én szakmámban soha nem lehet tudni, hogy mikor van szükség egy jó orvosra. Jó orvos? Eddig még nem panaszkodott rá senki. Korábban kórháznak volt. Most 6 éve vagyok itt Pécsen.
Szeged mellől származom, egy Sándorfalva nevű község melletti homokpuszta nevű tanyavilágból. Két testvérem van. Özvegy édesanyám él ott. Sajnos olyan verset nem tudok, ami az édesanyámról szólna. Egyet tudok, aminek az a címe, hogy Nagyanyám. Aszalt szilvarcú, görbült nagyanyám, decemberi varjú vén gesztenyefán. Hócsillagos télben lelszem még magad. Látsz-e hulló égen néha szép nap? Lelkedet a vállad azért tartja csak, hogy a veszővágyak arra bújjanak? Vagy fel tudsz még szállni, ha a föld nehéz? Szemed csendje nyári mezőket idéz. Húz a virág fényű reggelek tüzét. Érez zizzenésű életörömét. Szikár nagyapám a friss tarló fölött, derekán a nyárnak, aki megszökött. De messziről jöttél, dűlő utakon, elmaradt négy testvére tucat rokon. És most itt kucorkol, eres küszöbön, ajkad imád mormol, lesed. Hát, ha jön nagyapa a csöndből, hulló égen át, ellopni a földről árva asszony. Már tudjuk, hogy honnan indultál ezek szerint. Mesélj az útról. Az út? Osztatlan tanyas iskolába jártam. Ez csak 4 évet, mert aztán édesanyám gyorsan bevitt a rendes falusi iskolába. Aminek aztán meg is lett az eredménye, mert a földkeresség legrosszabb gyereke lett belőlem. Valamitől elszabadult bennem a pokol. Hát szörnyű élményei voltak a tanárainak. Nem is másileg egyet sem. Minden esetre azt elmondom, hogy egy olyan biciklivel jártam be is iskolába. Hát a falu egy olyan 6 kilométerre lett tőlünk, azt minden nap megtettem, akár többször is. Olyan biciklivel jártam, amelyik egy bicikli volt. Tehát a 4 év alatt egy. És mire 8-os lettem, bizony abból a bicikliből nem maradt csak egy ilyen máladozó, kormány nélküli valami. Ez engem nem zavart. Kereke volt, lánc volt rajta, gurult. És én olvastam ezen a biciklin. Tudom, hogy ez ma már kicsi nevetségesen hangzik, mert a rengeteg autó meg a közlekedési viszonyok nem engednék ezt meg. De abban az időben még ez egy ilyen falusi úton, köves úton nyugodtan mehet. És én bizony olvastam, válogatás, nyakló nélkül mindent. Ami nagyon jó volt. Aztán sajnos textilipariba irányítottak, aminek az lett a következménye, hogy jelenleg középfokú rost és pamutfonóipari képesítésem van. Is van. Is, de én se fonni, se szőni, se horgolni nem tudok. És itt tartom. Legalábbis ezzel akkor részével. Na, de valami csendben valami meglazult. Egy tétovacsavar, egy görnyedő ereszték, egy könnyelmű csomó. A tárgyakat ne félsd, a gép még dolgozik, a házszoldár tovább megfeszül a kötél. Bent sokkal nehezebb. Az a legnehezebb, az út a megállásig, törésig, szakadásig. Na ez a valami, ami bennem meglazult, ez a tanyavilág szigorú, rendkívül, kemény, merev világából végül is a tudás felé kiszakadtam. És ez olyan dolgokat, csúnya szót használok, indukált bennem, ami végül is elvezetett oda, hogy egy ilyen rövid pályamódosítások után eljutottam a főiskolára. Kihez jártál a főiskolán? Milyen volt a 4 év a főiskolán? Káosz. Nagy K és a többi is nagy betűje. Nagy káosz volt bennem. És a főiskolán se volt valami sokkal vidámabb a dolog. Mert az rendben van, hogy mi reggel 8-kor bementünk, és este 11-ig dolgoztunk. De úgy nézett ki a dolog majdnem. Most tudom, hogy ezért, hogyha ezt hallaná valaki, egy országos adás lenne, akkor én fölháborodott levelek százait kapnám. Mert szóval káosz volt a tanárokban is. Szóval egyszerűen nem kaptunk egy olyan időt, mert dolgoztunk, és mint egy önképzőkör lett volna. És ez borzasztó. És
és csak hátráltatott. Tulajdonképpen előre nem vitt. Vagy magadban? Ez egy téglagyár. Szóval én úgy gondolok, hogy ha egy főiskolát, főleg ilyet, hogy színművészeti főiskolát tart egy ország, akkor arra tessék figyelni, hogy ott ne úgy bánjanak az egyetekkel, akik oda bekerülnek, hisz mindegyik úgy tűnik, szóval nem tűnik, hanem szóval az a dolognak a beleje, hogy mi mindnyájan igen komoly individuumok vagyunk, olyan személyiségek, akik jogosultak arra, hogy idővel a színpadra lépjenek. És hogyha ezt mindenféle ilyen, mondom, ilyen téglagyári módszerek, vagy egyik tanuló, másik tanuló, így jövünk ki, és így foglalkoznak velünk, és nem valami egészen félelmetes érzékkel, akkor baj van, nagy baj van. És úgy éreztem, hogy bizony inkább szürkültem, mint sem, hogy kibontottak volna. Hatodik éve vagy a Pécsi Nemzeti Színháznál, ez az első színházad. Ez az első, igen. Hogy érzed? Jól. Jól. Megtaláltam magamnak a verset. Ez, tudom, hogy ez így túl általánosan hangzik. Nem határoztam, hogy hatat üzenek. Hat év után most már merem mondani, hogy hatat üzenek a dilettantizmusnak, a hozzá nem értésnek. Legalábbis ezen a művészet ezen ágán, amit versmondásnak hívunk. Szóval elképesztőnek tartom, hogy emberek kiállnak és merev szemmel így mondják a verset, és közben úsznak át az aranyhalak a szemén. És nem tudja se én, aki mondom, mármint ő, aki mondja, se a hallgató, nem tudja, hogy miről szól az a vers. A kezdésről szeretnék elmondani egy verset. Minek jöttél? Senki sem hívott, elegen vagyunk. Sziszegik szemekkel kétjébe idomított kígyók, megvadult idegek, párologják idegen arcok, közönyös állóvizei, reket nem is létező hangos bemondó repeszti vele az eget. Kipufogó csövek, gomolygó bűze, bököti orjukatva, lelkiismereted árvize, agyad gátjaira sodorja, és bámulsz a terüléban. Senki sem hívott. Húsvétra gyűjtött álmaidra rájuk potolni a valóság. Költ majd arcodra hideg hűkönyt, fületve hangtompító vattát, szeges ideget, könyököt. Vágynak meleg falusi estét, jó szagú erdőt, üdezőt, sóskázó rétet, friss vízű gyerekkorot. Kakukkfiók, ordítod majd, ha megpillantod. Kakukkfiók? Ezt érzi az ember minden olyan közegben, ahol egy pici idegenül érzi magát. Ez csak az első időszakban volt, azóta már ez más lett. Mitől lett más? Nem, mert egy idő múlva meg kell, hogy találja magát. Ki kell, hogy forja magát. Ha valakinek hívnak, akkor ennek be kell következnie. És úgy érzem, hogy bennem ez a bizonyos káosz, ami a tanyából való kiszakadás, és eljutni a főiskolán keresztül egy olyan idegen városba, amiről ez az előbb a vers is szól, ez a forrongás egyszer csak elkezd letisztulni bennem. És ma már ott tartok, hogy merek ilyen kijelentéseket tenni, mint hogy amit mondtam az előbb, hogy hadat üzenek a dilettantizmus. És csak is személyes példával akarom, ha tudom. Téged máshogy ismernek. Egészen biztos, hogy máshogy ismernek az emberek, a színház járó, színházba járó emberek. Sipos a jó pofa, a vicces, mindenből tréfát csinál. Ha komoly darabban látnak, akkor is valahol bent a kis ördög mozgál, hogy hú, ez az a jó pofa fiú. Jó pofa vagy? Vicces? Ha igen, akkor mi? Az vagyok? Vicces? Nem érzem magam viccesnek. Ez védekezés? Igen, ez valamikor az volt. Védekezés volt. Pontosan az előbb említett okoknál fogva, hogy az ember nem teszi magát ki
annak, hogy ő nagyon könnyen támadható legyen. Ez egy fölvett viselkedési forma volt, ami főleg egy színésznél azt hiszem nem kell csodálkozni rajta, hogy ez így van, de hát ez azóta megváltozott. Voltam egy fél évet otthon, ezt a rádióba a Berénesi Csaba csinált velem erről már két riportot is, azt hiszem. Úgyhogy abban elmondtam, hogy mi volt annak az oka, hogy el kellett mennem fél évre haza. Mondd el itt is, mert nem biztos, hogy mindenki. Beteg volt az édesanyám. Ön szent este körül hazamentem, és úgy láttam, hogy a halálám van. Szóval éppen csak áll. Nagyon kemény asszony. Szóval az férfi, több férfi munkáját végzi, még most is 60 fölött. És azt láttam, hogy nagy baj van. És akkor azt mondtam, hogy nekem most haza kell jönnöm, és segíteni kell rajta. És hát segítettem rajta végül, és az életnek megmentettem. Az alatt, a fél év alatt rengeteget beszélgettünk. Most olyan nagy tér volt a két évvel ezelőtt, mint most, és volt időnk beszélgetni. És valahogy olyan volt nekem, mint egy pszichiáter. Helyre tett. Azáltal, hogy csomó mindent elmondtam neki, azáltal, hogy ő is elmondta magáit, helyre tettük egymást. Őt az egészsége, tehát őt szabásra kivettem a kezéből a munkát, úgyhogy ő neki volt ereje és ideje fölépülni. Hát én meg itt. Lehet, hogy ez a fél év alatt ő volt az, akihez igazán őszinte lehettél, vagy akihez őszinte voltál? Hozzám muszáj is. Egy anyának nem lehet hazudni. Olyan nincs. Az maximum mit csinál? És én tudom. Tudja. Ő tudja. Bizony. Elmondhatom azt, hogy hol tartok most? Kérdezettem. Visszintesedem. Ha megállok, leülnék inkább. Ha leültem, feküdnék, mint a nehéz zsákok lapulnának a sejtjeimben. Ha fekszem mélyen, mint az Isten összefoglalva a világot, szétterülnék, mint fény a vízbe, haldoklóban a dobbanások. Ha kinyújtózva eltalálok valami partig, ami nincsen, és sohasem lesz, feszülnék, befagyott álmok, minden víznél vízszintesebben. S ha egy csillag megakad benne, tetőtől talpig kivilágnak. Mondjuk el, hogy ezek a versek mindig Bertók László versek, igen, ugye? Igen. És nem véletlen Bertók László versek. Nem véletlen. Én úgy gondolom, hogy ilyen találkozás színész, tehát előadó művész és költő között nagyon kevés. Egy évszázadban nem olyan nagyon sok. Nem, most a nagy képűség nélkül. Nem olyan nagyon sok. És nem is egy önálló estet a verseiből, ami mások mondják, hogy nem olyan, hogy egyik vers a másik után, egyik vers a másik után, hanem egy folytatólagos monodráma, ami ömlik ki belőlem. A legnagyobb bajom csak az, hogy igen, ezt láttam, épp akartam kérdezni. Kicsit az van ráírva... Nem lehet közel hozni? Hogy elolvassák? Olvasd el, azért. Címe, Im itt, leghátul legelő, ahogyan Bertók László verseiből összeállította és előadja Sipos László színművész. Zenéjét szerezte és zongorán kísér Pap Zoltán, majd egy picike rubrika, ezt megmutatom. Az van idővel, hogy no de hol és mikor? Hát igen, mert készen vagyok vele. Szóval gyakorlatilag október óta ez a műsor él bennem. És az a legnagyobb a bajom az, hogy én nem azért szeretném ezt mondani, mert Hondát akarok venni a pénzet, amit keresek vele, hanem mert él és forr bennem, és szeretném mondani, átadni az embereknek, hogy amit a Bertók, aztán amit én szerettem és én tanultam, szeretném továbbadni az embereknek, meg érdemes. Csak hát eddig összesen 6 előadást értem vele. Mert úgy tűnik, hogy ma Magyarországon, vagy legalábbis itt Bécsen, nincs igény a versekre, vagy az ilyen jellegű dolgokra. Nem tudom, már ott tartok, hogy azon gondolkodom, hogy bérelek egy termet valahol a városban, és teljesen ingyen, aki betéve meghirdetem én magam, megfestem mindig a... nem ilyen szprével a házafalára. Megfestem azért a reklámot, hogy én ott föl fogok lépni, és teljesen ingyen elmondom, mit tudom én, hétfőnként valaki, akiket érdekel, hogy jöjjenek.
Szeretnék gyorsan elmondani néhány epigrammát. Magyar epigrammák 1985. Helyből. Ostoba, miért kell újra meg újra leverni a lécet? Helyből átkérted, hogyha tudod, hova tedd. Nyuszi. Két tűz közt egyedül hagytak, s el mégse szaladtál. Bátor vagy, nyuszi, és hogy magyar, az se vitás. Kani. Koslat a vénkani, szép szuka hergeli, tétova bágyát, algas bajkeverő, nagy tüze épp esze volt. Sáska. Szorgalmadnál csak meg nőtt épp vágyad erősebb, sáska, te egy ikonát fogja tenni. Fügy, ez az egyik színész kollégámban. Ó, te megint futtában megcicerélted a jércét. Miért hagy cserben a fügy, ha a múzsa adjuk? És végül 85. S volt még cidrire stressz, rá válság, arra rakéta, sok rizsa áremelés. 85. Évelei. Van kedvenc szerepet? Volt kedvenc szerepet? Volt. Gyerekeknek imádok játszani. A Hókirálynő. Én tudom. Hókirálynő. A mesemondat, ez az valami fantasztikus. Az ember. Honnan van az, hogy ennyi mindent mersz vállalni a színpadon? Minden rizikót. Kéz, láb, nyaktörés, fejjel falnak, amit akarsz minden. De csak a látszat. A vehemencia nagy, de az tényleg azért nem megyek neki a falnak. Én tudom. Az csak a látszat. Hát ez van, hát az ember azért csinálja, hogy apait, anyait beleadjon. Hát hogyha csak félgőzzel, meg nem tudom, milyen kis halványan csinálgatná az ember dolgait, pláne én nem, rám nem jellemző, akkor aznak nincs értelme megnézni, szerintem. Tehát te nem csalsz, nincs szerint. De, az nagyon, azt is nagyon. És ügyes. Hát lehetőleg, hát ez mindig attól függ, hogy az embernek mennyire sikerül. Hát ez volt benne. Más kedvenc szerepem. Uh-huh. Szerintem ezek ezután jönnek. Várnak rá? Igen. Tudod, hogy mik lennének azok? Nem. Tudnál válogatni? Nincs kedvenc szerepem. Egyszer majd, amikor beleérek a Pergyontot, szívesen megcsinálnám. Ezt nem mondom miért. Szóval kizárólagosan személyes okok miatt is. Talán azért, mert mindenkinek van anyukája. Szóval a Pergyontből az a bizonyos Óze anyó miatt. Azt kinek adnád a te szerepoztásodban? Gondolkoztál már rajta? Hogyha egyszer te lennél Pergyont? Ebből szempontból teljesen mindegy. Ha egy párnát oda teszel, én annak is eljátszom. Érted? Miért hoztad el a működési engedélyed? Mert van. És ezt mutatni kell? Anélkül nem? Nem, de nem. Ez megint ahhoz tartozik, amit akarok, ezt a bizonyos hadüzenet. Igen. És nem félrejt és nyerség, én nem az amatőr mozgalom ellen tiltakozom, hanem az amatőrség ellen, amit egyszerűen nem bírok elviselni. Hogy mindenki kiáll két nő, félmeztelen, risszálja magát, és művésznőnek hívják. Hát ilyen nincs. Stb. Én nem akarok belelovanni magam, elég meleg van. Elmondhatom az ász politikának. Atyám, nem férek a keresztre, csak útban feléd összeesve, csak a repüléshez rugaszkodván, vállamos szegve törött orcán, csak hajlott érdel ájulóban, ha már nem vagyok, aki voltam. Atyám, ne vigy a kísértésben, miért hagytál el, mondd mi végre, felkészültem kérre halálra, Magyarországot ű királya, miért növesztettél ekkorára, ács fiát, ácsok csúfságára. Tudom, könnyed volt fölcipelne, de ne dolgoztass magad ellen, én keringek már minden fában, hagyj csak ki bennük a lábam,
nőjön nagyra, ki vállal téged, fűj rá erősebb ellenséget. Engem a hiány égbe röptet, ők a nagy szárnyak söprögetnek, méricskéli szégyenem bosszát, gerincük hozzá igazítják. Adj méltó keresztet. Összeroskadt a messzeség. Atlantis újra víz alatt. Üres keze még ér az ég. Fügét mutat. Itt állok Ádám kapunk kívül. Egy álmom maradt. Az éve. 30 évesen az ember nem esik. Köpjön ki almát, alamizsnát és teremtse meg a világot. A létre nincs más emberhez méltó magyar. Köszönöm szépen, és azt kívánom, hogy járd azt a kitaposott utat, amit Bertolt László talán már előre mutat neked. De sok sikert. Köszönöm szépen. Kedves nézők, ennyi fért bele mai adásunkba, az, amelyben a látott szép képeket Kornodi László készítette. És most a forgatókönyv szerint nekem valami olyan dolgot kéne tennem, amely az imént Sipos László szavaimból élve dilettanizmusnak tűnne. Nevezetesen, hogy belekontárkodjak mások szakmájába, és köszöntsem a közelgő nemzetközi nőlap alkalmából a kertvárosi lányokat, asszonyokat. Laci, miután még itt vagy mellettem, azok a szavak, ahogy édesanyádról beszéltél, azt hiszem kifejezik azt a szeretetet, amelyet egyáltalán a nők felé érzel. Hadd kérjelek most meg itt, tudom, hogy szokatlan így programon kívül, hogy köszönj te a Nemzetközi Nőnap alkalmából női nézőinket a magad módján. Szívem teljes melegével kívánok gyönyörű tavaszt. Minden nőnek. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézők, köszönjük türelmüket. Viszontlátásra, éjszakát. Now you can spare a kiss or two, I still got many levels on the way. No, 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 no. I ain't out.